Rendőrök felügyelik a Maghetesi erdő bejáratát Szabadkán. A helyiek beszámolói szerint van is miért. Arra panaszkodnak, hogy a környéket a migránsok és az embercsempészek uralják. Nem most estem agora itt nagyon sumú. Elkezdtem is, én szóval olyan biciklom, szóval is olyan motorom, a videó szóval nagyon téma. Jó, de nem most estem. A bogótó szám. Hallom a lövöldözéseket. És azok nem is egyszerű pisztolylövések, hanem már nehéz fegyverzetből is, nehezebb fegyverzetből is. Mikor reggel issza a kávét 6 óra, akkor azért nem kellemes hallani, hogy lövöldöznek. Stábunk utána járt, valóban tartózkodnak-e illegális bevándorlók az erdőben. Ami megfigyelhető, hogy rendkívül szervezett csoportok tanyáznak itt ebben az erdőben. Úgynevezett őrszemek vannak, akik azt felügyelik, hogy valaki érkezik-e az erdőbe, és ha veszélyt éreznek, akkor azt azonnal jelentik a tábor többi tagjainak. Néhány felvételt sikerült készíteni az erdő széléről a mozgolódó illegális bevándorlókról. Hasonló helyzet fogadta stábunkat az erdős terület egy másik szélén is. Onnan nem messze is illegális migráns táborok vannak. A bevándorlók itt is kategorikusan elutasították azt, hogy beszéljenek velünk, vagy felvételek készüljenek róluk. A szabadkai befogadóközpontban már más a helyzet. Ott saját elmondásuk szerint főleg olyan migránsok tartózkodnak, akik nem akarnak keveredni az erdőkben tanyázó bűnözőkkel. A taxisok itt is állandó mozgásban vannak, hozzák viszik az illegális bevándorlókat. A migránsok ugyanakkor így sem kerülhetik el az embercsempészekkel való üzletelést, ha tovább akarnak jutni. You have to wait. To wait and they call you, I don't know this system. And then someday they say you are ready, you make your stuff and then let's go. Bratislav Gašić szerb belügyminiszter pénteken Szabadkán tájékozódott az eseményekről. Elmondta, a helyzetet az is nehezíti, hogy sok esetben maguk a helyi lakosok segítik a migránsokat. 1474 policajce je bilo angažovano u protekle 2 meseca. Koji se tu nalaze upravo da bi vaša bezbednost, ali morate da shvatite da im neko odavde daje stanove, neko odavde im daje oružje. A szerb belügyminiszter elmondta, nemrég egy albán származású szabadkai lakost tartóztatott le a rendőrség, aki fegyvereket adott el a migránsoknak. Bratislav Gašić szerint maguk a helyiek is tapasztalhatják, hogy sok esetben szabadkai lakosok adnak kiszállást az illegális bevándorlóknak. Szabadkai taxisok fuvaroztatják őket. Hozzátette, ha ilyen történéseket észlelnek, tegyenek feljelentést a rendőrségen.